és üdv újra a csatornán, a mai videó nem lesz más, mint a harmadik rész abból a 4 részes sorozatból, amelyben az új Jaclyn Hill és Morphe palettákat mutatom be nektek. A mai videóban a Dark Magic palettáról lesz szó, ami a nevéhez híven egy ilyen sötét, füstös, grungy színeket tartalmazó paletta, úgyhogy beszélni fogok nektek arról, hogy hogy éreztem, milyenek ezek a színek a palettában, swatchokat fogok nektek mutatni, és természetesen el fogom készíteni nektek ezt a sminket, amit ma rajtam láthattok, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok mindenre, akkor ne kattintsatok sehova. Szóval ma a Dark Magic palettáról lesz szó, ez sorrendben a harmadik, ami leginkább tetszett nekem, és azért csak a harmadik, mert nagyon sötét színekből áll. Én inkább szeretem a világosabb, vibrálóbb színeket, mint az ilyen nagyon sötét, drága kőszerű színeket, habár most ugye megyünk bele az őszbe, télbe. Szóval ezek a színek sokkal inkább előtérbe fognak kerülni nálam, és szerintem sok más embernél is, hiszen télen én sem szeretek neon citromsárgát hordani. Na, habár előfordul. Ezt a palettát választottam harmadikként, és ezt a nagyon füstös, nagyon sötét sminket tudtam vele elkészíteni. Maga a paletta pontosan ugyanaz, mint az előző kettő. 10 darab szemhéjpúder, tükör az egyik oldalán, nagyon kis vékony mágnessel záródik. Nevek rá vannak nyomtatva a színek egyes nevé a palettára, úgyhogy ez teljesen jó. Én ezt nagyon szoktam szeretni, mikor tutoriálokat készítek, és hivatkozni szeretnék valamelyik színre, egyszerűbb, mint vagy a hátulján van, vagy egy kis műanyag lapon, és akkor azt tartogatni, stb. Őszintén szólva, egész meg vagyok elégedve ezzel a palettával, habár ezt a 4 színt használtam még csak eddig, de nézzük is a swatchokat, és elmondom, hogy mi is a véleményem róluk. Az első szín Puff, ami egy, hát igazából halvány barack, szinte a bőrszínem. Ezt használtam Transition Shade-nek a szememen, ami nem is igazán látszódik. Ez egy sima, egyszerű, matt szín. A következő Power Cut, ami egy ilyen, hát két rétegben jobban fett, hogy őszinte legyek. Ez egy ilyen szürkés, ezüstös szín, ezt állta a szemhéjam belső felén. Őszinte leszek, az ilyen színeket rühellem magamon, a szürkét nagyon. Az ezüstöt ékszerekbe szeretem hordani, de az ezüstöt, szürkét nem szeretem magamon, mert nagyon öregít engem, és nem érzem úgy, hogy az én bőrtónusomhoz jó. Habár néha találok olyan színt és olyan fazont, ami jól áll nekem, mint például ez a felső is. Soha nem hordok szürkét, de ez a fazon valahogy teljesen jól áll. Ugyanúgy, ahogy ezekhez a színekhez, ez az ezüst szín, nem túl ezüst, van egy kis barnás árnyalata, ez az, amit szívesen hordok, és jól néz ki rajtam is. Következő, ami egy matt barna szín, jól néz ki ehhez az ezüst színhez is, mert kihozza inkább ezt a barnás árnyalatát, de mondjuk a mélyítővonalba is nagyon jól tud kinézni. Az első sor utolsó előtti színe Trickery, ami egy nagyon sötét metál zöld. Hát, őszinte leszek, ez is ilyen két rétegben fett, fekete alapja van a szemhéjpúdernek, ezért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sötét. Nem feltétlen jön ki a zöld, csak hogyha mondjuk ezzel a barna színnel használod, de ha mondjuk kékkel párosítod, már nem igazán jön ki belőle ez a zöldes szín. És az első sor utolsó színe, szintén Metal Diversion. Ez egy ilyen nagyon sötét, barnás szín, egy kicsi ezüsttel hasonló ehhez a színhez, viszont ebben több a barna, ebben pedig több az ezüst, de nagyjából ugyanaz, csak a fordítottja. Másik sor első színe Potion, ami itt a szem zugom belső részében található. Ez egy matt, világos keki szín. Ez nagyon szép, nagyon könnyen elsatírozható, viszont a palettában egy kicsit jobban porzik, mint a többi. Ugyanúgy, ahogy Busted, ami iszonyatosan porzik. Iszonyatosan gyönyörű színe van, így újjal, gyönyörű pávakék vagy petrolkék színe van, de ez van a szemem külső felén, és hát nem ugyanúgy néz ki. Tehát azért látszik a különbség a kettő között.
szépen el tudom satírozni, ha bár sokkal több időbe telik, mint mondjuk a potiont, vagy mondjuk ezt a barnát, sokkal több időbe telik ezt elsatírozni, kicsit nehéz, kicsit foltos, majd a tutoriában látjátok, hogy egy kicsit vissza is kellett mennem rá, építgetni a színeket. Ezzel a puffy ecsettel vittem föl először, szépen úgy, ahogy el tudtam satírozni, de a színt nagyon gyorsan elvesztette, úgyhogy egy ilyen lapos, tömött, sűrű ecsettel vissza kellett mennem rá, hogy megerősítsem a színeket, de még akkor se ennyire pigmentáztóban, elég sok színt veszít, és eléggé porzik a palettában. Következő szín pedig Inside Job, ami elég hasonló ehhez, ez egy nagyon sötét, matt zöld, nagyon jól megy ehhez a metál árnyalathoz, ezt találhatom meg az alsó szempillassoromon is. Így, hogy kék is, meg zöld is van, így felvéve nem nagyon látszik a különbség, még hogyha közelről nézem tükörből, se nagyon látszik a különbség, pedig így egymás mellett, hát lehet, hogy kamerában annyira nem, de így élőben tökéletesen látszik a kettő közt a különbség, de így felvéve olyan, mintha egy csomó sötét kéken zöld lenne a szememben, pedig igazából két különböző szín, úgyhogy ez a kettő nem rossz, de egy kicsit azért csalódás. Az utolsó előtti szín Mojo, ami egy nagyon sötét, szürkés, matt barna szín, és végül, de nem utolsó sorban, Temptress, ami egy nagyon-nagyon-nagyon sötét, matt, fekete szín. Ez egy igazán jó matt fekete színnek tűnik, így legalábbis a swatchon. Habár tény, hogy ezt még nem próbáltam, de nagyon félek attól, hogy ez is nagyon porzik. És habár ezek hiába porznak, nem estek le ide a szemem alá, félek, hogy talán ez a matt fekete lefog. Szóval így néz ki ez a paletta megszvacsolva, mint láthatjátok, sokkal többen a matt, mint a metal szín. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt, ugorjunk a smink tutoriára. Majd pedig potiont, és ezt pedig a belső szemzugomhoz, közel a szemöldökömhöz fogom feltenni. Majd jöhet Busted, amit hát, mint ahogy mondtam a bevezetőben, először egy nagy puffy ecsettel próbálom eldolgozni, de láthatjátok, hogy eléggé nem annyira pigmentált, mint ahogy én azt szerettem volna. Majd pedig Power Cut-ot fogom felvinni a szemhéjam belső felére, először ecsettel, majd egy kicsit rádolgozok kézzel is. Visszatérek Busted-ra, és egy lapos főecsettel próbálom elmélyíteni a színeket. Majd pedig Inside Jobot fogom felvinni az alsó szemfülesről. Ezek után a Sleek Olala linerét fogom használni Noir árnyalatban, és a vízvonalra fogom felvinni. Majd pedig az Essence Volume Hero szempillaspirált fogom használni. Végül pedig a Rimmel Stay Matte folyékony rúzsát fogom felvinni Fatal Kiss árnyalatban. Volt már ez a mai videó, hogyha még több színes sminki inspirációt szeretnél tőlem látni, akkor csekkold az Instagramomat, lent van minden az infoboxban. Ha pedig tetszett ez a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, hogy le ne maradj a többiről, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!